Kedves versenyzők, kedves vendégeink! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a második Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szépíró versenyen, és az első Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szépen szóló versenyen. Nógrádi Gábor, papagáj. Halló, halló, Siófok? Kérem Csucsu Zsuzsikát. Jaj, te vagy az, gazdikám. Áldjon meg az Isten, gyertek már haza, mert nem bírom tovább a Saci nénédet, akinek voltál szíves, oda passzírozni 2 hétre. Igen, sírok. Mit vártál? Azért a sok kedvességért ezt érdemeltem. Még kérdett, hogy mi a baj? Szörnyű állapotok vannak. A Saci néni egy gyilkos nőszemély. Kiteszi a kalitkát a tűző napra. Ez őrült. Aztán minden nap meg akar fürdetni. Benyom a zuhany alá, és amikor elmenekülök, lekkehálóval rohangál utánam, mint egy hasmenéses tarzan az őserdőben. Nem érti meg, hogy én nem vagyok te. Én egyedül fürdök. Aztán ott van a homok. Tudod, mit csinált a nénikéd? Kiöntötte a kalitkából az összes homokot, és mosogatószeres vízzel kimosta az én otthonocskám alját. Nagy takarítást csinált, pedig már egy dedós állatbarát is tudja, hogy a homok nekem nem csak illemhely, hanem az emésztésem nélkülözhetetlen része. Azóta székrekedésem van. De ez még szerencse, mert Satika Batika ugyanazt adja nekem is enni, amit ő eszik. Tegnap például halászlé volt. Már a szagától kifeküdtem, de amikor belenyomta a csőrömet, elátkoztam a pillanatot, amikor nem parlagisasnak születtem. Tudod, mit csinálnak egy tisztességes parlagisas Saci nénivel? Pontosan.
Zsuzsókám, ments meg! Ígérem, jó leszek! Nem verem le a porcelán pipit, ha nem kergetsz, és nem csinálok a zongorára. Csak gyertek haza! Képzeld el, Saci nénéd kölcsönkért a szomszédból egy mamagáj, vagyis egy nőstény papagáj, hogy majd ő, dr. Saci baci, kitenyész velem egy új fajtát. Röhögnöm kell! Ennek én egy új fajtát? Inkább halljon ki az egész papagáj nemzetség, mint hogy az én csemetémet ő gondozza halálra. Mondtam is a mamagájnak, hogy miattam anyukám nem mész szülési szabadságra, akkor sem, ha te vagy a Merili morrogáj. Mire ő azt mondta, hogy nem kell bejegyni, mert ő sem óhajt anya lenni az idén. Kétszer rakott már tojás ugyanis, és a következő tojásokból csak gyenge, korcsfiókák jönnének világra. Saci nénéd másik zseniális ötlete, hogy beszélni tanít mindkettőnket. A mamagájjal persze nem megy sokra, mert csak hímet lehet beszélni tanítani, de ezt nem árulom el neki. Hadd kínlódjon, én meg tudom, mikor mondom utána a szövegeit. Néha egy órán keresztül nyívákolja nekem, hogy Saci néni szép, Saci néni fiatal, Saci néni szép, Saci néni fiatal. Amikor már nem bírom tovább, akkor azt ikácsolom neki, amire te tanítottál. Hülye, aki mondja, hülye, aki mondja. Erre persze megsértődik is otthagy. Csak én hagyhatnám már végre itt. Mikor jöttök? Még 3 nap? Szörnyű, szörnyű. Az egyetlen elégtételem, hogy amikor nincs itthon, folyton telefonálok. Már 2-szer felhívtam a Melbourne unokatestvéremet. Ha Saci néni megkapja a telefonszámát, biztos beleszív a szemetesbe, és nem kell többet idejönnöm. Halló? Halló? Már megint megszakadt ez a vonal. Thank you.
Eljött a pillanat, amikor értékeljük a mai délelőtt munkáját, az eredményeket. Nem volt a zsűriknek könnyű dolga, hiszen aránylag egyenletes volt a színvonal, nehéz volt bárkit is kiemelni. Tehát mindenki már azzal sokat tanult és sokat nyert, hogy egyáltalán eljött, részt vett, felkészült. Reméljük, hogy az emléklapot mindenki megkapta. Aki nem kapott emléklapot, az a végén legyen szíves, akkor ide előre fáradni az asztalhoz, ahol a díjak vannak, és akkor ott oda tudjuk adni, akinek még hiányzik az emléklapja. Hogy ne nagyon feszítsük az idegeket, én felkérem akkor fővédnökünket, Nagyné Fóris Lenke fővédnökasszonyt, hogy értékelje röviden a szépen szóló verseny eredményét. Szeretettel köszöntelek benneteket. Meginterjú voltam a zsűrit, és az volt az első gondolatuk, hogy nagyon-nagyon nehéz volt a döntés. Ugye ezt a zsűri mindig elmondja, de ők megfogalmazták, hogy a versenyzők közül nagyon sokan kaptak maximális pontot. Alig tudták eldönteni, hogy ki mivel jobb. Egymás szavába vágva próbálták eldönteni a helyezéseket. Azt gondolom, hogy szakmailag a zsűrik rendben volt, tehát bízunk a döntésükbe. Én csak úgy általában szeretnék néhány gondolatot szólni a szépen szóló versenyről. A kollégák megfogalmazták, hogy a tanulók felkészültek, viszont még van csiszolni való az előadásmódon. Nagyon sok gyerek beletemetkezett a papírba, nem mert felnézni, nem vette fel a szemkontaktust. Ugye ez nagyon fontos, amikor valakihez beszélünk, vegyük fel a kapcsolatot vele. Tehát ezt még gyakorolni kell a gyerekekkel. Néhány tanuló túl hosszú szöveget hozott, elfáradt a olvasás végére. Kevesen vállalták azt fel, hogy megtanulták a szöveget, többnyire prózát hoztak, és azt olvasták a tanulók. Lehet, hogy legközelebb már majd rövidebb prózával kell próbálkozni, és meg kell tanulni azt a prózát, mert akkor beérik a szöveg. Akkor fel tud nézni a tanuló, és még élvezhetőbb lesz az előadása. Nagyon szépen köszönjük a felkészítő pedagógusoknak azt, hogy a tanulók életkorához illő szövegekkel jöttek, tehát ezzel nem volt gond. A tanulóknak köszönjük azt, hogy az alkalomhoz illően a többség felöltözött, hiszen nagyon fontos, amikor kiáll az ember közönség elé, hogy a megjelenése is azt sugallja, hogy ő erre a ünnepre, mert ez azért ez ünnep, erre az ünnepre készült. Úgyhogy mindenkinek további sikereket kívánok ezen a területen, és akkor majd az eredményeket hallják. A szépíró versenyt értékeli a zsűri tiszteletbeli elnöke Józsa Sándor, Holló László Díjas festő és grafikus művész. Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Hát én nem mondanám, hogy nehéz dolga volt a zsűrinek. Nagyon könnyű dolga volt, mert élvezettel szemléltük végig az írásokat. Az írás elsődleges funkciója az, hogy rögzítsünk információkat, továbbadjunk információkat. Ennek ellenére a legelső pillanattól kezdve, amikor a barlangfarán nyomot hagytunk, vagy éppenséggel szimbólumot teremtettünk, képírást, ékírást, vagy a főniciai találmányát a lineáris A és B írással már a hangírást kialakítottuk. Első perctől kezdve fontos szerepe volt annak is, hogy mennyire szép az az írás. Az esztétikumnak. Külön öröm számomra grafikusként, hogy az írás művészetének, ennek a régi művészetnek a hagyományait ilyen sokan tisztelik és művelik. Ezért szeretnék gratulálni minden egyes versenyzőnek, aki ezen a versenyen részt vett, és része ennek a hagyományőrzésnek. Ha már gratulációra van szó, akkor nem lenne teljes a kép, ha nem említeném meg, hogy gratuláció és köszönet illeti azokat a pedagógusokat, azokat a szülőket, akiknek a támogatása nélkül ezek a versenyzők most nem indulhattak volna itt a versenyen. Köszönet illeti még a Hovolni iskolának a vezetését és pedagógus közösségét,
a szervezésért és a lebonyolításért. Természetesen a Debreceni Szakképzési Centrum támogatását is nagyon köszönjük, és ahogy néztem a támogatók sorát, szerintem ránk sötétedne, ha mindenkit külön kiemelnék. Nagyon szépen köszönöm, hogy ez a verseny létrejöhetett. Egy gondolat erejéig egy személyes megjegyzést még tennék. A minap láttam egy érdekes ismeretterjesztő filmet, matematika történet. Hogy kerül ez ide? A narrátornak szerencséje volt a Göttingeni Egyetemi Könyvtárban a 18. század nagy matematikusának, Carl Friedrich Gaussnak a személyes jegyzeteiben nyert betekintést. Tudta, hogy milyen matematikai csodákat lát, bár olvasni nem tudta, mert latinul készültek a feljegyzések. Az első megjegyzése mégis az volt, hogy gyönyörű. Lehet egy matematikai feljegyzés is, egy magán feljegyzés is gyönyörű. A szövegmező, a szövegkép. Köszönöm ezt az örömet magam és zsűritársaim nevében. Gratulálok még egyszer a díjazottaknak, ők nagyon büszkék lehetnek magukra, de akik részt vettek, és most nem nyertek díjat, ők is legyenek büszkék, hiszen nincsen vesztesenek a versenynek, csak győztese, és aki most nem nyert és nem kapott díjat, az megteheti ezt majd a jövőre megrendezendő hasonló versenyünkön. Addig van egy év a felkészülésre, és el lehet hódítani mostan a díjazottaktól a díjakat.